Az NB3-as labdarúgó bajnokság harmadik fordulóját játszották a csapatok 2019. augusztus 18-án. Együttesünk a Bicskei Tornaklubban nyugati csoportban játsza mérkőzését. Ezen a napon a harmadik kerületi PVE csapatához látogattunk. A két csapat eddig lejátszott mérkőzései, a hazaiak az első fordulóban Komárom ellen, hazai környezetben 1-1-et játszottak. Siri Luka a harmadik kerület részére, a vendég Komárom gólját pedig Csernák szerezte. Második fordulóban Bicske mellett lévő Felcsútra a Pancsa arénába látogattak, ahol szerintem meglepő 2-1-es győzelmet érhettek. A csapatunk a Bicskei Tornaklub az első körben a Puskás Akadémia 2 ellen 2-2-t játszott, gólokat Varga és Tornyai hazek részéről. A vendég Puskás csapatából pedig Komárom és Tribek volt eredményes. A másik fordulóban Évizen vendég szerepeltünk, és 2-0-ás győzelemmel érhettünk hazat Fejlik és Rigó Gábor góljai után. Két csapat egymás ellen tét mérkőzésen utoljára a 2011-12 évi NB3-as bajnokságban találkozott, és akkor Bicskén 0-0, majd itt a 32 otthonában egy 9 gólos mérkőzésen 5-4-re győztünk. Ezt a pontos eredményt itt a pályán taktikokból nem mondták be a hangos bemondón. Méltó körítés övezte a magyar labdarúgás harmadik vonalában, osztályában ezt a bajnoki mérkőzést, amely fogadta vasárnap késő délután az Óbudai Kalap utcába Kemenes Szabos dirigált a harmadik kerület tévéje, és Vukmir Dragan által irányított újonc Bicskei TC csapatát. Egy gyönyörű, felújított modern stadion, NB1-es meccsekkel is betekedő, csak nem telt ház, becslésem szerint 1000 néző, remek büfé, hideg csapott csörrel, folyamatos, sportszerű szurkolás és szakértő közönség volt jelen, amely itt látható a mérkőzés kezdet előtt. Kis Csaba és Nagy Attila vezér szurkolók által vezényelt Bicskei Tigers szurkolói csoport dobjai végig dübörögtek a mérkőzésen a hangorkámban, és jellemző a sportszerű hangulatra, hogy a szünetben a két tábor tagjai már közösen fotózkodtak a lelátón. Egy idő után már a két tábor dobja is együttemre szóltak, persze a szöveg más volt, mindehhez már csak két nagyot küzdő csapat kellett, akik emlékezetes mérkőzést produkáltak, Juhász Dávid játékvezető, segítői Bertalan Dávid és ifjú Imrő János voltak. Hemzsegtek a pályán az NB1-es múlta bíró labdarúgók, az óbudaiak soraiban Szalai Vilmos, Bori Gábor, Rajci Péter, Nikházi Márk és Szvitkovics Péter vette fel a harcot Móri Tamással és Nagy Tiborral, illetve több korábban NB2-es karriert befutott vendégjátékossal. A mesterek szemmel láthatóan már az összeállításokban is taktikáztak, gondolva arra, hogy a nagy melegben elkél a második félidei frissesség. Nos, akkor ezek után nézzük a két együttes összeállítását. A vendégcsapat a következő összetételben szerepel. Kapuban Zelizi Patrik, további játékosok Adorján Gergő, Nagy Tibor, Molnár Viktor, Sötét Dávid, ő a csapatkapitány a Bicskeieknél, Madarász Ádám, Farkas Máté, Erdős Gábor, ő most játszik először, kéthetes két mérkőzésre szól eltiltás után, Pejnik Szilárd, Radó Dániel és Rigó Gábor kezdő 11-en léptünk a pályára, és lassan készülődnek a csapatok kivonulni. Közben mondom a Bicskei cserepadját, Füstös Krisztián, Tartai kapus, Dencinger Norbert, Varga Zoltán, Takács Mário Zoltán, Móri Tamás, Tornyai Tamás és Lak Imre vezetők közül. Ott volt Súlyog Barnabás Attila, masszőr, Komjáti Péter klubigazgató, Mukvi Dagan szakmai igazgató, ő a csapat vezető edzője és Nagy György technikai vezető. A hazaiak tiszta fehérben játszanak, mellette kék-sárga csikozásban, kék nadrágban jönnek a bicskeiek. És akkor nézzük a hazaiak összetételét. Megyeri Gábor József a kapuban, további játékosok, Szalai Vilmos István, ő a csapatkapitány, Szalainak az öccse, Erdély Gábor, Huszti Dániel, Fazekas Géza Norbert, Tori Gábor, Petneházi Márk, Rabati Rihárd, Rajci Péter, Borvető Áron és Sili Luka kezdő 11-en léptek a pályára, és ahogy nézzük, most már meccs kezdetére csak nem megteltek a lelátók, és mint mondottam, sokan voltak a lelátón kívül és állóhelyeken, tehát közel 1000 nézője volt ennek a találkozónak, balról a hazaiak, jobbról pedig a bicskeiek.
üdvözölhetik a közönséget. Cserepadon foglalt helyet a hazajárnál Orosházi Bence, Szántó Dániel, Révész György, Cvirkovics Péter, Karponcé Gergely, Nyikházi Márk és Lehel Dávid Gábor vezető közül, ott volt Kemenes Szabocs vezetőedző, Veres Balázs asszisztensedző, Varró Tina fizikoterap, Boros Rihád masszőr és Kulusz Péter technikai vezető. Nos, akkor három játékvezető középen, Juhász Dávid, mellette Dobró Varró, Bertalan Dávid, illetve Ifjú Imrő János. Ezt a találkozót, mint már mondottam, 19. augusztus 18-án játszották az NB3 nyugati csoport harmadik fordulójában, és akkor a két csapat még a mérkőzés előtt csatakiáltáshoz készül, előbb a fehérvárjakat látható, vagy előbb a fehérmezben játszó hazaikat, majd a miskelket láthatunk. Na és akkor nézzük a mérkőzés legizgalmasabb, legszebb jeleneteit. A nézőkre is egy pillantást, hiszen így könnyű nézni a mérkőzést hideg sörrel a kézben, de már is jön a hazaiak első szögete, ott egy zicser, ott egy fejes, de ez végül szorongatott helyzetben, a csatár mellé fejelte a labdát. No, kérem, hát egészen jó kezdenek a hazaiak, ezúttal azonban mi próbálkozunk, a bicskelyek próbálkoznak. Támadással újból a közönséget láthatjuk egy pillanatra, nem sokáig, hiszen első a játék és a mérkőzés összefoglalója, ezúttal jobb oldalról jöhetnek a hazaiak, és ott egy kemény, de határozott szerelés, jól látom, sötét volt az, akik végül is szerelt alapban túlra. Jöhetnek a hazaiak szöglettel, Bori Gábor híveli be labdát, és ott egy fejes, amely a kapufáról vágódott ki alaponon túlra. Nagyszerűen jön a labda elé, a beivelt szögletre, a hazaiak játékosa, és ez a fejes kapufa segítségével hagyta el a játékteret. Szalai fejelte kapura, és akkor továbbra is támadásban, igen, támadásban maradtak, szerelünk ugyan, íme lassítva még egyszer hozzáér a fehér mezben játszó Fazekas Géza Norbert, a játékvezető nem lát, illetve partjázója nem láthatta ezt, túl közel volt az esethez. Itt egy újabb hazai támadás, bekerül labda középre, Nagy Tibor nem tudta megszerezni, de már szabad rúgást ítél a játékvezető, Petneházi ellen elkövetett szabálytalansági. Petneházi éveli be oda középre, ott egy fejes, de ez a csúsztatott fejes csak Zelizinek volt jó, és veszélytelen volt, hoppá, itt egy nagy bodicsek játékosunkat ellen, de ebből a támadásból kihoztunk egy szögletet. Jobb oldalról jöhet a sarokrúgás a bicskei csapat részére, Fejlik Szilárd ívelibe, és jön a kapus, Megyeri Gábor jön, és maga biztosan húzza le a beívelést, ott a játékosaink elő Rigó volt az, aki érkezett. De és akkor nézzük a mérkőzés 15. percét, itt van a fejes Rajci részéről bizony, két védő, és kapusunk mellett befejelte a labdát. Hát kérem, nem hiszek a szememnek, Fazekas jobboldali beadását borvető, nagy hírbe fejelte a kapu felé, Zelizé nem mozdult, a gólba tartó labdát pedig Rajci segítette beljebb. Igaz, mellé ment volna, de Rajci rásegített, íme jön a beadás jobbról, és itt még visszafejeli a hazaiak játékosa, Rajci pedig íme ott van, becsorgatja fejéről a labdát, két védőnk is ott van, Ardó és Sötét mellett, és itt van Rajci Péter, 9-essel játszó hazaiak játékosa, megszerzi csapatának a vezető találatot a mérkőzés 15. percében, egy ebben a bajnokságban első gólja Rajci Péternek, aki óriási ritonnal rendelkezik ebben az osztályban, hiszen megjárta Rajci Kaposvárt, Újpestet, Banaszli FC-t, Pízába is volt egy évet, Újpesten, Kecskeméten, Mezőkövesden is focizott, tehát nagy rutinnal rendelkező játékosról van szó. Közben jön Fazekas beadása, és Zelizi a bal felső sarokból tornázza ki a lasztit. Íme beadásszerű lövés kapura, de bizony beakadt volna a bal felső sarokba Fazekas lövésszerű labdája, amely a 20. perc eseménye volt, és akkor jön jobbról a sarokrúgás a fehér mezben játszó hazai csapat javára, Bori Gábor az, aki készül a szögletrúgás elvégzéséhez.
sarokrúgás jobbról, mutatja, hogy készüljetek, fiúk, jön a labda, Laposan 16-osra, és ott bizony Petneházi volt az, aki megsuhintotta a lasztit. Íme egy begyakorolt figura hazelk részéről oda 16-osra tenni. Igaz, Petneházi rosszul találta el, de nagyon jó volt az elgondolás, szerencsénkre ebből nem lett gól. És akkor jönnek a hazaiak újból, Fazekas Géza továbbította a labdát, és jön a beadás. Elvétjük, igen, ott marad még, és kicsit mögé ment a hazaiak játékosának, Rabatin Rihárdnak a laszti, és így nem tudta már kellőképpen irányítani. Ima elvétettük a labdát, oda kerül fehérmes mezben játszó támad elő, visszatett labda, viszont egy kissé mögé érkezett Rabatin Rihárdnak, és így ebből sem lett gól, de viszont jövünk mi a kontrával. Nagy Tibor kicsit későn passzolt a labdát, de még eljutott a játékostársához, Gabihoz, Rigó Gabihoz, de elől azonban mentettek, hiszen lassú volt ez a passz Nagy Tibor részéről, itt pedig 22-23 perc után ivó szünet, hiszen óriási melegben játszottak a csapatok, mint egy 35-36 fokos hőségben, azért tikkasztó melegben, azért nagyon megerőltető a játék. Szabadrugáshoz jutnak a hazaiak, és egy remek védés, és egy jó lövés Petneházi Márk részéről. Nagyszerű védés volt ez Zelizitől is, de jó volt a lövés is. Petneházitől újabb hazai támadás, azonban a túlerő győzött. Úgy láttam, Rabatin Rihár volt az, aki próbált cserezgetni ott a 16-oson belül. Egy előrevágott labdára Farkas iramodik meg, és meg is van az eredménye, mert bizony hibázásra készítette a védőt. És akkor jönnek újból a hazaiak, Rigó mellett beteszik a labdát, és ott van, jön a beadás, de jön a gól is, igaz, szabálytalan, mert a játékvezető abozás nélkül sípolt Juhász Dávid, hogy bizony támadták a kapustat, és felesen belül, íme jó a beadás Bori Gábor részéről, vele szemben Rigó Peinlich Szilárd volt az, aki mellett beadta a labdát, és íme lehet látni, hogy öt és felesen belül megtámadja a kapusunkat, és így jogos a szabadrugás kifelé a gólvonaltól. Na és akkor nézzük, mi lesz ebből a bicskei támadásból. Peinlich Szilárdot szabálytalanul akasztott a Bori Gábor. Egyébként sportszerű volt végig a mérkőzés, nem volt semmi. És itt egy nagy meglátás Rigó Gabi részéről, kérem. Fantasztikus meglátás volt ez Rigó Gábortól. Kínáló kapus fölött átívelt ugyan a labdát, de játékszer nem sokkal került mellé, íme még egyszer. Nagyszerűen látja, hogy kínáló kapus a 16-osnál megpróbálta bevenni a harmadik keret kapuját, de lövése mellé szállt. És akkor újabb kirugás, egy tovább csúsztatott labda, még tovább, és mehet játékosunk Peinlich Szilárd, fakétő hagyta a védőt, visszatett labdájába, azon bedobja a védő magát, remekül hagyta ott. Fazekas Géza, Norbert, Peinlich Szilárd, igaz, egy kicsit talán le is húzta, de a játékvezető tovább engedte, jön a szöglet, és ott a malagó, kérem, megvan! Megvan a bicskelyek első találata, Radó Dániel, jó volt ápol a mérkőzés 34. percében, fantasztikus, és most mit reklamálunk? Hát igen, azt reklamáltuk, hogy a gólvonalon álló játékos kézzel ért bele, hát ami jogos, az jogos, tehát neki is járt volna a sárga a föltétlen, mert íme megnézhetjük még egyszer, hogy ott a védő gólvonalon beleér a labdába. Gól az gól, tehát nem a gólt vitatták a bicskek, íme Radó fejese védhetetlen, és ott van a gólvonalon álló játékos, még bele csap kézzel. Igaz, ez mit sem segített az, hogy ne legyen gól. Lényeg az, hogy megvan csapatunk egyenlítő találata 34. percben. Na kérem, megvan a meglepetés, hiszen a pestiek már elhitték, hogy itt nagy gólarányú győzelem lesz az első gól után, támadtak is elég sokat, de most feljöttünk és egyenlítettünk, és ezekben a pillanatokban jobban is játszottunk. Igaz, most a hazaiak próbálkoztak egy beadással, de végül szereltünk egy újabb próbálkozás a hazaiak részéről. Jön is a labda át a hosszúra, és ott van Petneházi előtt. Bizony jól adta be Rabatin Rihárd a labdát, íme még egyszer jól cselezget Bori Gábor, Madarász mellett teszi vissza a labdát, Rabatin Rihárd egyből csavarja be oda középre,
kiöklözi, szelizi, pont oda Pettenházi lábára, de végül is ott van, sötét, és kivágta a labdát, egy baloldali indítás, Pejnik Szilárdnak kisé, kisodródik Szilárd, de még ott a labda, és Rabatin mellett, és itt a gól, kérem, a szöglet után megvan a második bicskei gól, sötét Dávid jó voltából, íme Pejnik Szilárd szöglete után bólintott sötét Dávid, a magas termetű belső védünk előre jött és gólt fejelt. Megvan tehát a félidő előtt a bicskei csapat vezető gólja, íme az eredményjelző a 42. percet mutatja, és 2-1-re vezet a bicskei csapat ezzel a fejes góllal, amelyet most látunk. Bólint, a védő lemarad, Erdei Gábor volt az, aki csak nézte sötétnek a hátát, a hátán lévő számot, és sötét ezt kihasználta és bólintott, és megszerezte csapatunk második találatát itt a fél idő előtt, nem sokkal. És ott van baloldal a kép aljában a bicskei szurkolótábor, a Tigers-ek, hiszen őket ide irányították, itt szurkolhatják végig a mérkőzést. Meg is van az eredménye, szálló a beadás, de ez hosszú, illetve magas volt a fehér mezben játszó csatárnak. Fazekas Géza Norbert az, aki adja be a labdát, igaz, esik el a csatár, de hát nem ért hozzá senki, és így akadálytalanul hagyta a játékteret. Ezúttal jobb oldalon bicskei próbálkoznak, a beadást azonban kifejelték a védők. No kérem, ennyi volt az első játékrész, és akkor nézzük, hallgassuk meg a nézők véleményét, hogy mit várnak a találkozótól, hiszen érdeklődtem itt a szünetben, hogy ki mit vár a mérkőzés végeredményét illetően. Hogy mi lesz az eredmény? 2-4. 2-4? 4-2-re nyerünk? Igen. Ez igen? Zsuzsi? 4-1! 4-1-re nyerünk? Hát nem tudom, jó. Mi lesz? 2-2. 2-2? És te? 3-2. 3-2-re nyerünk? Mi lesz a meccs eredménye? Jó. Ha megadják, akkor 2-1 maradjon. Maradjon? Maradjon. Maradjon. Mi lesz a vége? Biztos, hogy mi nyerünk. Mennyire? 3-1-re. 3-1, Vili lövi a gólt, a harmadikát. 3-1 ide? Igen, Vili lövi. Eredmény? Jaj, lesz 4-1. 4-1 ide? Lajos? Gyuri, még rugunk egyet szerint. Még rugunk egyet? És 3-1 vagy mennyi lesz? Ugye, kapunk egyet, de még rugunk biztos egyet. Én győzünk. Győzöm. Úgy legyen. 4-1. 4-1? Azt a mindenit, ez igen. És 2-1. Végeredmény? Tippet. Hát ha rúgunk még két szögletet, akkor marad ez. Mennyi? 5-1-re nyerünk. 5-1-re! Csaba! Mi lesz az eredmény? Azt nem tudom, hogy mi lesz az eredmény, de nagyon bízom a fiúkban, és bicskei győzelmet várom a srácoktól. Megfordítottuk, ez is azt jelenti, hogy van tartás a csapatban, és hajrá BTC. Így van, úgy legyen. Lesz még egy fél időn, azt hiszem már vége van. Nincs még vége. Hát szeretnéd, ha vége lenne? Persze, hogy igen. Szeretném. Végeredmény? Hát persze. 2-1. 2-1-re nyerünk. 2-1-re nyerünk. Másokban nem lesz gól? Nem, mert 2-1-et tippeltem. 1-2-t, bocsánat. De rúgom még egy gólt, azt mondják a nézők. Nem? Eredmény mi lesz? 1-3. 1-3? Győz a bicske? Marad a 2-1. 2-1? Bicskének. Úgy legyen. Na várjál! 5-2 ide! 5-2 oda? Kajci még lő 3. Jó, majd meglátjuk. 3-3 lesz a vége. Mennyi? 3-3? Attila kontra? Nekem azt kell, hogy mondjam, hogy győzni fogunk. 3-4. 3-4? 4-3? Mi lesz a vége? 4-1. Mennyi? 4-2. 1-2? 4-2. 4-2? Hazaiaknak? Igen? Hazaiak győzek? Mennyi? 2-2. 2-2? Végeredmény? Végeredmény? 3-2. Kerületnek? Igen? Te is? 3-2. Bíztok a győzelemben? Hazai győzelemben? De most jelenleg 1-2. Végeredmény mi lesz? 4-2. 4-2. Kerületnek? Nem bicskének? Nem. Eredmény? Hajrá, kerület! Igen? Végeredmény? 3-2. Hazaiaknak? Végeredmény? Most vezet a bicske. Nem örülök neki. Mennyi lesz? Nem örülök annak, hogy a bicske vezet. Nem hallom. Nem örülök neki, hogy a bicske vezet. És mi lesz a vége? TVA fog nyerni. Igen? Végeredmény? Szerintem. Mennyi? 4-2. A kerületnek? Igen. Van tipp a végeredményre? 4-3-ra nyer a kerület. Nyer a kerület? 4-3.
bízom a 2-1-be, hát ha megtartják. Mennyi? Hát ha megtartják ezt a 2-1-be. 2-1 marad? Igen. Kadinga, tippelsz? Szerintem. Mennyi? 1-3. 1-3? Benti? Szerintem marad. Mennyi? Marad, 2-1. Marad a 2-1. Van tippje? 3-2 ide. Mennyi? 3-2. Kerület. Kerületnek? Igen. Kerület nyer. Mennyi? Kerület nyer. Győz mennyire? 3-2-re? Eredmény? 3-2. Végeredmény mennyi? 3-2. A kerületnek? Eredmény, uram? 3-2. Ki a város? Kerület. Kerületnek? Bicske vezet 2-1-et. Eredmény, végeredmény? 3-2. 3-2. Egy tipp? 2-2. 2-2. 4-2. Mennyi? 4-2 a kerületnek. Kerületje vára. Eredmény? 3-2 kerületje a vára. A kerület győz, megfordítja a meccset? Jobban játszott az elején, de a végén visszaesett. Visszaesett. Igen. Végeredmény? Így van, csatlakozom. Remélem 3-2, de csak a csomár. Végeredmény? Végeredmény? 3-2 ide. Tippeltek? Végeredményre? Nem tipp. Mennyi? 3-2-re nyerünk egyértelműen. Bicske nyer? 3-2? Nem, kerület. Ja, kerület? Kerület? Tipp? 4-2. 4-2? 4-2. Ide, hazajak? De most 1-2. Nem vagy? 3-2. Mennyi? 3-2. A kerületnek? Ha persze. Döntetlen. Mennyi? Döntetlen. Van tippünk? Végeredményre? 3-2 kerületnek. Kerületnek? Hölgy? Kerület. Igen? Végeredmény mi lesz, Gyula? Sajnos nem nyerünk. Va? Nem? Döntetlen lesz, Gyula? Én azt mondom, nyerünk. Nyerünk. Nagy meglátom. Van tipp a végeredményre? Na nézze, hadd halljam. 3-3 lesz. 3-3 lesz. És itt? 3-2. Még egyszer, ennyi? 3-2. 3-2 ki nyer? Hát a kerület. Kerület? Bicske vezet most jelenleg. Tudom. Nem vagy? Nem. Tehát 3-2 megfordítja. Nyer a kerület. Mennyire? 3-0. Igen. 3-2. 3-2? Hazai? Igen. Hölgy? 3-2. 3-2 nyer? Mi lesz a vége? Szerintem is 3-2 kerület. A kerület nyer? Végeredmény? 2-2. 2-2 lesz. Itt is 2-2? Végeredmény? Hát jó lenne 3-2 lenne. Jó lenne? Győzés 3-2. Győz a kerület? Igen. 3-2. 3-2. Hazai győzelem? Hazai, igen. Itt is? Itt is. Mire alapozzátok ezt a véleményt? Bíztok a csapatban, ugye? Óvodjak vagyunk azért. Igen, igen. No kérem, hallhattuk mindkét tábor véleményét, a mérkőzés végeredményét illetően. A hazaiak nagyon optimisták. Nálunk a szurkolók egy kicsit elszálltak, hiszen az első félidő végén mutatott játék alapján bíztak a több gólos bicskei sikerbe. No, hát akkor nézzük, hogy mi történik a második játék részben. Ha úgy folytatódik azzal a bátor bicskei játékkal, amellyel abba hagyták az első játék részt, akkor nem lesz hiba. Tehát jobb oldalon Farkas került lehetőséghez, de beadásánál elcsúszott Fejnik Szilárd, és így oda lett a kínálkozó lehetőség. Újból mi támadunk, erdős lába között elmegy a labda, de nagyon határozott és keményen visszaszerzi. Így kell csinálni, ezt a küzdőszellemet meg kell tartani végig, és akkor nem lehet baj. Íme a bedobás után Rigó Gábor keményen és határozottan szerelték ott az öt és felesen belül. No kérem, hát ezért az elpő cintését Nagy Tibor sárgalapos figyelmeztetés kapott. Csípsz után nem lehet. És itt a helyzet Petteházi előtt. A kipattanónál még ott marad a labda hazaiaknál, de ezt a labdát nagyon csúnyán mellé lőtte a fehérmezben játszó hazai játékos. Íme lassítva ez a támadás. Még egyszer egy jó labdátvétel. Rossz a szerelésünk, pontod a Petteházi elé megy. Aki kapufára lőtte a labdát. Itt meg a túloldalon a kapus, a hazai kapus, Megyeri Gábor húzta le a labdát, Pejlik szöglete után, íme még egyszer, igaz sötét, feje, sőt keze fölött is átszállt a labda, így nem volt veszélyes kapura ez a beadás, íme egy szabálytalanság, de ment tovább a játék.
egy eladott labda, egy megelőző szerelés. Rigó Gabit előzték meg ebben a pillanatban, nem tudunk keresztezni sem, Nagy Tibor nem tud szerelni, és egy lövés, amely megpattan, és ott a gól, kérem. Szalai lódult meg a félpályától, nem tudtuk visszatartani, lövése megpattant védőnkön, és Zelizit becsapva hullott az be, oda a Bicskei kapuba. Ez az 54. perc eseménye volt, mintegy 20 méterről szánta el lövése magát Szalai, és sajnos a bevetődő védőnkön megpattanva hullott kapunkba a Laszti Éme. Rigó Gabit előzik meg, egy gyenge passz után lejönnek a hazaiak. Szalai az, aki saját területére vezeti a labdát, nem tudjuk feltartani, nem tudjuk bodycheckelni, és lövése viszont ott van, megpattan, ha jól láttam, sötét lábán pattan meg a labda, és így íme ott van a gól, vagy radó, most pontosan nem látom. A lényeg az, hogy védőnkön megpattant a labda, ezzel becsapva az Elizi Patrik kapusunkat, és így bal kapuba hullott a labda, és ezzel megvan a hazák egyenlítő találata az 54. percben. És akkor nézzük tovább, hogy mi lesz. Egy beadás, egy indítási kísérlete, jól szerelt védőnk. Egy újabb hazai próbálkozás, bekerül ide középre a labda, vissza, Huszti Dani tette vissza, egy jó indítás ki oda jobbra, jön a beadás, és ott a kapusunk Zelizi kezében halt el a labda. Pejlik Szilárd, 1-2-3 védő vette körül, és kiharcolt egy szabadrúgást. Molnár urította le a szabadrúgást, még meg tudjuk menteni, Erdősnek jó alaszti. Erdős, na nézzük, mi lesz ebből a támadásból. Egy szögletet azért kihoztunk. Fejlik, kapja vissza a labdát ballal, ívelheti be, de kivágják a védők, ott marad még nálunk. Jön az újabb adás, ezt is kifejelték a védőt. No kérem, kettő után támadunk, igaz, jött a kontra, amelyből nem lett semmi. Ezúttal a harmadik kerület csapata támad. Pednaházi tette ki oda jobb oldalra, Lasztit. Jó a betett labda a 16-os vonalára. Be lehet adni, jön is ebbe adás, és jön kapujából Zelizi Patrik, biztosan húzta le. Egy újabb hazai próbálkozásnál Farkas hozza ki a labdát, de eladja a rossz helyre. Petneházi gyűjtötte be, jó a továbbítás oda jobbra, jön ebbe adás. Ott van még a labda a hazaiaknál, egy újabb beívelés, és ott egy fejes, amely bizony éppen csak, hogy mellé szállt. No kérem, akkor jön Varga és Tornyai. Cserékkel. Mérkőzés kronikájához tartozik még, de nézzük, hogy mi lesz ebből a támadásból egy szabadrugás, hiszen a hazaiaknál is három csere volt, és nálunk is. Varga, Zoltán és Tornyai már beállt a 64. percet, Pejlik és Farkas Máté helyére, és itt van a szabadrugás, amelyet biztosan védett Zelizi Patrik a Bicskek hálóőre. És akkor itt vannak a nézők, telt ház fogadta itt a harmadik keret otthonában a Bicskelyek vendégszereplését, ezúttal bal oldalon próbálkoznak a hazaiak újból és újból, jó labda, és ez a lövés, a 20-assal játszó Nikházi Márk részéről jócskán elkerülte kapunkat. Tehát nagyon sok NB1-es múlttal rendelkező, itt van 3-3 a kettő ellen, kérem, egy ordító nagy helyzet, egy óriási lehetőség, de rosszul veszük át a labdát, de még nálunk marad a labda, kikerül a balra, Tornyai azonban nem tudta beadni, sajnos így oda lett a lehetőség, több volt ebben a támadásban, kérem, és most jönnek a fehérmezben játszó hazaiak. Jönnek a kontrával, egy szabadrugást harcoltak ki. Tehát több NB1-es rutinnal rendelkező játékosok vannak itt a hazaiak csapatában. Rajci, Szalai, aki Siófok, Nyíregyháza, Dévitek, a Mezőkövesdet is megjárta, Erdély Gábor, Siófok, Ferencváros, Kecskemény, Szigetszent Miklóson szerepelt, Huszti Dani, Iváncsán, Lipóton, Budafokon, FTC-nél, Fazekas, a BKV előrénye, Honvédnál, Bori Gábor, Monor, MTK, Győr, Vasas, Dévitek, Pakson, Petneházi megfordult, Siófok, Dunajvár, ZTE, Orosháza, Mezőkövesden. Közben láthatjuk, hogy Rajci Pétert a mérkőzés játékvezető Juhász Dávid ezért az ütésért állította ki, de sárgapus figyelmeztetést kapott a mérkőzés 74. percében Molnár Viktor is.
Közben mondom akkor, hogy még kikor játszottak, hiszen Sili Lukát Szent Lőrincről igazolták. A Vasas Akadémia neveltje volt Borbetős Rabatin, Cvitkovics Pétert, Péter megjárta a Vasast, a Puskás és a DVTK-t, Paproncei az MTK-t, Nikházi Pakson, DVTK-nál és a MTK-nál is szerepelt. Viszont nálunk is vannak ilyen nevek, hiszen Nagy Tibor a DVTK-t és a MTK-t is megjárta, Erdő és a PMSC-ből igazoltuk, Honvédot megjárta, Budakeszit egyeket, Dadó Dani 6 évet volt a Puskásnál, Denzinger Phoenix-től jött át, MTK-nál is volt, Csákvár is volt, Adorján Móron, MTK-nál 4 évet is, Monaron is volt, közben itt egy nagy lehetőség Petneházi előtt, de ez is kimaradt, tehát 2-2 egyelőre az állás, és itt újabb csere, és akkor a cseréket is elmondom közben, hiszen, mint már mondottam, mind a két mester kihasználta 3 csere lehetőséget. A hazaiaknál Cvitkovics Árbe Huszti helyére, Kaproncei Fazakas helyére, Nikházi Márk pedig Rabatin helyére, nálunk pedig még Rigó Gábor helyét Móri Tamás foglalt el a mérkőzés 78. percében. Sárga lappokkal is elég jócskán álltunk, hiszen elég sokat gyűjtöttek a bicskelyek 3 ezen a mérkőzésen. Ha jól látom, 2-4-6-ot Nagy Tibor, Adolján Gergő, Molnár Viktor, Madarász Ádám, Sötét Dávid és Erdős Gábor is kapott egy-egy sárgalapos figyelmeztetés. Hát ez bizony 12.000 fontos pénzbüntetés jelent a csapatunknak, illetve hát minden csapatnak 5 után járó büntetés. Közben nézzük Móri beadását, amely beberélt ugyan a védő. Itt Móri nincs lesen, szó sem lehet, igaz. Itt jobb oldalon Varga volt, aki lesen volt, de Móri nem, és így jöhet a sarokdúgás. Közben mondom hamarosan, hogy a hazaiaknál kik kapták a sárgát. Varga ívelheti be, de kifejelték a védők. Egyelőre Molnár Viktor gyűjti be, jó labdája ki, oda balra, jó továbbítás. Nagy Tibor teszi vissza Mórinak, Móri helyzetben, és lövését védi, sőt Molnár Viktor ismételhet, de Molnár Viktor lövése már csúnyán fölé szállt. Itt végül is Móri Tamásnak volt nagyon nagy helyzete, íme még egyszer. Nagyszerű volt, beállás után nem sokkal. Lábbal, Megyeri lábbal védi, kérem, ezt a lövést. Nagyszerű lövés volt, és az ismétlés már nem sikerült játékosunknak. Tehát 2-2 egyelőre támadunk, sajnos Móri elveszít a labdát, nem tudja visszaszerezni. Ez a 86. perc eseménye. Egy bodicek, egy ütközet, sötét ütközött a védővel, de rossz helyre továbbítjuk, nem tudtuk megtartani a labdát, és jönnek a hazaiak újból. 19-es helye Kaproncei Gergő, aki nem régen állt be, Kaproncei cselezget, ezúttal Nagy Tibort hagyta ott, most pedig Tornyaival néz farkaszemet, Tornyai mellett beteszi oda a középre, és ott egy lövés, de mekkora gól Sili Lukától. Kérem, a 86. percben járunk, amikor egy váratlan lövés meglepi, zelizi Patrik kapusunkat, és behullik oda a, begurul oda a kapu jobb oldalába. Sili Luka lövése, Silinek ez már a második gólja, hiszen Komárom ellen is szerzett egyet a 62. percben. Íme nemrég beállt Kaproncei Gergely, cselezget és jól tartja a labdát. Játékosunkkal szemben Tornyai mellett beteszi középre, és Siliu átvehette, távol volt tőle védünk, és ketten is lenne a földön. Siliu pedig örülhet a gólnak, hiszen a 86. percben megvan a hazaiak vezető találata. Nagykor még néztük, mivel 86. most elmúlt már, igaz, már 87. percben járunk, de ez egy kicsit késő van, amikor felvettem ezt az eredményjelző táblát az idővel, tehát a 86. percben született a gól, és ezután jövünk, támadunk, próbálunk egyenlíteni ez alatt a pár perc alatt, ami még hátra van. Begyűjtjük a labdát, jó a továbbítás ki jobbra, Tornyai, kapnál vissza Nagy Tibortól, de nem jött össze ez a sarkazás Nagy Tibornak, és itt egy újabb visszaszerzett labda, Adorján, Nagy Tibor, és nem jut el Tornyaihoz a laszti, sőt felszabadítanak. Itt viszont egy ütközet, ha jól látom, sötét volt az, aki ütközött a hazaiak játékosával. Móri teszi ki a labdát balra, ezúttal nyomunk, Erdős tovább, de elakad a labdája, megy visszaszerezni, ott van még. Most hősiesen védekeznek a fővárosiak 3-2-es vezetőség birtokában.
Nagyszerű hajrát vágott ki, pedig csapatunk mindent megtett azért, hogy kiegyenlítse a mérkőzés, hiszen az, a mérkőzés egészében nem voltunk rosszabbak a hazaiaknál. De sajnos itt az eredmény egyelőre 3-2-re vezetnek a budapestiek. Szöglet, Varga íveli be középre, és van a fejes, nincs, Molnár készülhet rá, Molnár lövését kivágják, Molnár másodszor is lőhet, fejjel be középre, és végül Petneházi az, aki kivágja, felszabadít, hihetetlen nagy elánnal, és mindent egy lapra téve támadtunk az utolsó percekben, és íme a nagy akarásnak ez a vége, hogy a 92. percben még egy sárgát kapott Erdős Gábor, ez volt a 6. sárgánk, és ebben a pillanatban sajnos vége a mérkőzésnek, most meg jöjjön a két edző nyilatkozata. Egy igen izgalmas mérkőzésen vagyunk túl, hallhatnánk egy rövid értékelést? Természetesen valóban nagyon izgalmas volt a mérkőzés, azt gondolom, hogy a külső szemlélők is egész jól szórakozhattak ezen a mai találkozón. Nagyon-nagyon masszív, jól kinéző Bicskével játszottunk. Tehát a mérkőzés elején is ugye Vukmirúval beszélgetve, és azt mondtam, hogy az első két forduló tapasztalata alapján, amit láttunk felvételről, az alapján egyértelműen nehéz mérkőzésre készültünk. Ugye újonc csapat, mégis nagyon masszív, jól szervezett, és ez meg is valósult. Az elején, amikor meg tudtuk szerezni a vezetést, volt még pár lehetőségünk, de ugye nem tudtuk előnyre váltani azt a nyomást, vagy azt a fölényt, ami kialakult, utána megjött két pontrugás, és már is hátrányba kerültünk. Büszke vagyok a srácokra, hogy a kiállítás ellenére is masszívak, kompaktak tudtak maradni, beleadtak mindent, tehát tényleg most a meccs után úgy jött le a kis csapatom, hogy az összes energiáját elhasználta, amilyen volt ezen a mérkőzésen, ez számomra nagyon fontos. Az meg, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést, és emberhátrányban is tudtunk nyerni, ez mindenképpen biztató. És minek tudható ez be? A cserének? Vagy minek? A 1-2-ről való fordítás? Nyilván volt taktikai átalakítás is, ugye egyfelől kényszer szült a csere is volt, sérülés miatt ugye bal oldalon, másfelől pedig tényleg jól sült el az a változtatás, amit ott a kispadon végrehajtottunk a stábbal. Én mégis azt gondolnám, hogy inkább a srácok hozzáállása volt az, ami a döntő faktor ebben a fordításban. Az első fél időben nem voltam elégedett a hozzáállással, a mutatott játékkal sem. A másik fél időben sokkal jobban kijött az, amiért én azt gondolom, hogy ezek a srácok megérdemelték ezt a mai győzelmet. Most vagy újonnan itt a harmadik keretnél edző. Mik a céljaitok? Vannak-e valami komoly céljaitok? Nyilvánvalóan az Egyesület azért szeretne minél följebb végezni. Tehát reálisan azt látom, hogy ennek az Egyesületnek valahol az első háromban lenne a helye. Aztán a feljutásról természetesen nagyon-nagyon sok dolog fog dönteni. Tehát nagyon nüanszi különbségek döntenek egy-egy bajnoki cím sorsáról. Tehát azt gondolom, hogy felelőtlenség lenne kijelenteni azt, hogy mi egyértelműen meg fogjuk nyerni a bajnokságot. Azt látom így a játékerő alapján, hogy tényleg ez az első három ez realitás lehet, hogy a vége hogy sül el, az pedig tényleg óriási sok komponens együtthatója. Bízom benne, hogy minél előrébb tudunk végezni. Mennyire számítasz a fiatalok beépítésére? Abszolút számítok rájuk, abszolút számítok rájuk. Ugye a mai mérkőzésen a kiállítás egy picit átírta a forgatókönyvet, két saját nevelési játékosunk is ült a padon, akik eddig egyébként kaptak szerepet az előző mérkőzéseken, most is terve volt, hogy szerepet kapnak, de végül egy másik fiatal 2001-es játékos, ugye a Kaproncait cseréltem be, és játszott egyébként több poszton is ezen a mérkőzésen, mert így hozta az élet. Abszolút mértékig. Természetesen elég jó az arány, tehát vannak rutinos labdarúgók, akik az NB1-et is megjárták, mégis óriási ambícióval dolgoznak nap mint nap, ugye gondolok a Rajci Petire, Bori Gabira, Cvitkovics Péterre, azt gondolom ide vehetem most már Szalai Vilit is, akinek szintén van NB1-es múltja, tehát van rutin a csapatban, ezen felül pedig van friss lendület, mint a Rabatin, a Kaproncai, akik most nem álltak be, a Szántó, az Orosházi, úgyhogy van kihez nyúlni szerencsére, nagyon jó az arány a fiatalok meg az idősebbek között. Kívánok nektek további sok sikert, valószínűleg jelenek meg álmétől, köszönöm szépen az interjút is, sok hasonló jó mérkőzést kívánok nektek, meg nekünk is. Nagyon szépen köszönjük. Gratulálok először is a jó játékhoz, de te hogyan tudnád értékelni ezt a 2-3-as, illetve ezt a 3-2-es vereséget? Jó, én gratulálom csapat mai teljesítmény, mindent küzdöttem, megpróbáltunk ez a meccs megmondom megnyerni, és ellenfélnek gratulálok győzelem, de mi nem megérdemeltük mai napra vereség, szerintem csapat mindent tette, majdnem helyzet nélkül kikaptunk ez a meccs, ez nagyon sajnálom. Jó, de azért dicséret illetve csapatunk, hogy 0-1-nél megfordítottuk, és 2-1-el vonultunk pihenőre. Ekkor szerintem mindenki bizakodott, hogy meglepetést tudunk okozni a hazaiaknak. Te bíztál ebben? Igen, én is, csak ez megértem csapat, hogy stabil legyünk.
hogy első 10-15 perc meg fog nyomni minket, hogy ez az időszakban próbáljuk jó megfelelő védeni, hogy nem kapjuk gól. Sajnos ez történt, és ez kicsi, hogy a szárnya ellenfélnek. 2-2-nél volt esélyünk a egy pont megszerzésére, de hogyan látod ott? Mi okozta a harmadik gólt? Hogyan kaptuk be? Én nem látom 2-2-x, én meglátom még győzelem 2-2, mert bevezettük 2-3 kontra, mert egy nagy helyzet, hogy nem tudjuk befejezni, és ezért ellenfél csapat megbüntette minket. De szerintem színvonalas, küzdelmes, jó meccset láthatott a szép számú közönség itt a harmadik kerületben. Igen, még nektek tudjuk, hogy mi a célja ez a csapat harmadik kerület, neki célja, hogy megnyeri bajnokság, nekünk bennmaradás, ez a neki jó keretben van, mert rutin játékosok, nekünk meg kell megszerezni ez a rutin, de boldog vagyok, hogy csapat ennyire végig küzdött meg a harcot. Szerintem partiban voltunk végig, hiszen több NB1-es játékost vonultatott fel a harmadik keret, erősítettek, egy jó, egy masszív csapat benyomását keltették. Mi adjuk neki, hogy játsza, mi szépen bezártuk terület, ebben megpróbáltuk őket megbüntetni, hogy ez volt, vezetünk 2-1, meg utána volt a helyzete. Nem tudjuk berúgni, majd remélem legközelebb. Így van. Végezetül kívánok sok sikert csapatunknak, és hasonló jó mérkőzés, de akkor már győzzünk mi. Köszönöm szépen, remélek azért most pihenjük, majd két nap múlva okosabb leszünk. Megvárok jó heten, hogy muszáj javítani. Így van, köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen. Műsorunk végén megismétlem a gólokat, közben elmondom a forduló eredményét. NB3 nyugati csoport harmadik fordulójában Érd, Pápa 1-1, Melszer és Kalász góljaival. Veszprém, Morfehérvár 0-0. Balatonlelle, Mérfőcsanak 2-0, Pleszkán és Péntek volt a gólszerző. BKV előre Lipót Pékség 1-3, hazajakészül Balog Bence, Lipóttól Zimonyi Dávid 2-t és Kovalovszki rugott 1-et. Mosonmagyaróvár Komárom 5-1, Hamar 2, Szegi, Laki és Farkas hazajakészül, Komárom részéről Schiller volt eredményes. Nagykanizsa, Puskás 2-1. A hazajakészülről Wittmann már az első percben, 10. percben pedig Hampuk Ádám talált be, Puskás részéről Gandbold volt eredményes. A harmadik keret Bicske 3-2, Rajci, Szalai, Sili és a vendégektől Radu és Sötét volt eredményes. Hévíz, Sárvár megszerezte első pontját a hévízi csapat, gólokat Horváth és Pajor szerezte hazajakészülről, Sárvár részéről pedig Fagyas és Zsérba Máté. A tabellán első az Érd csapata, 7 ponttal ugyanannyi pontja van a Pápai Peruc FC-nek és a harmadik kerületnek, tehát ők volt versenyben 7-7 ponttal. Mosonmagyaróvár 4. 6 ponttal, Nagykanizsa 6 pontos, Molfehérvár 5 pontos és a Bicske 7. helyen áll 4 ponttal. Ugyanannyi pontja van Mélyfőcsanaknak, Komáromnak, a 10. helyen Balatonlellének 3, Lipót Pékségnek 3, 12. helyzet Veszprémnek 2, BKV előre csapatán 2, Sárvának 2, és 1 pontos Puskás Akadémia 15. helyezett, a 16. helyen Héviznek szintén 1 pontja van. No kérem, ezek után a két csapat házi gólövő listájának az állása, Bicskejeknél Penlik Szilárd 1 gólos, Radó, Rigó, Sötét, Tornyai 1-1 gólos, valamint Varga Zoltánnak is 1 gólja van. A harmadik kerületnél Sili Lukának 2 gólja van, Borvető, Petneházi, Rajci, Szalainak pedig 1-1 találata van. Ennyit a két csapat góllövőjéről, közben láthatjuk a gólokat ismétlésben, amely íme nagyon szép, ezzel szereztünk vezetést, ezzel a sötét fejessel, 2-1 vezettünk a félidő előtt, és ez biztató volt a folytatásra nézve. Miután megszerezte a vezetést a harmadik kerület, felrémlett egy kiadó vereség is a Bicskei csapat számára, azonban a Bicskei tornaklub óriási akaraterőről tanulságot téve felállt, és 2 pontrugásból is vezetést szerzett, illetve átvette a vezetést. A bicskeiek remekül megérezték a hazai védelem sebezhetőségét. Nagyot küzdöttek, de a balszerencsés gólokat nem tudták ellensúlyozni. A futball néha igazságtalan is tud lenni, hiszen a jó játék és küzdelem jutalma ezúttal 0 pont volt, annak ellenére, hogy a PTC 2-1-nél és 2-2-nél is megnyerhette volna a meccset.
emlékezzünk vissza, amikor 3-2-be vezettük az ellentámadást, amikor Mórinak volt nagy helyzete, de ezeket majd láthatjuk még itt összefoglalónkban, és a nyilatkozatok közben is láthattuk. Az óbudai csapat a dobogóról, a bicskeiek pedig az igen sűrű mezőnyben 7. helyről várják a folytatást. Egyaránt mindössze 3 pontra az elsőtől, és Nagykanizs ellen hazai pályán következik majd a folytatás 25-én. Ezúttal is rangadó jellegű ütközet, nagy csata várható, hiszen az Zalaiak mindössze 2 ponttal járnak előttünk a nyugati csoport tabelláján. Szalai megpattanó lövése jelentette az egyenlítés az 54. percben, itt pedig már a mérkőzés 86. percében járunk, amikor Kaproncé cselezgett eszébe a labdát oda középre Silionak, Sili Luka pedig kilövő a rövid sarkot, és ezzel otthon tartották a mérkőzés 3 pontját. Műsorunk végéhez érve csak abban bízom és reménykedem, hogy összeállításom tetszett önöknek. Igen, az eredmény részünkre nem örvendetes, de a mutatott fegyelmezett lelkes játék és a küzdenyaklás biztató lehet a jövőre nézve. Hallhattuk a bizakodó szurkolókat, mindkét szurkoltábor részéről és a két edző véleményét. Egy remek hangulatú mérkőzésen vagyunk túl, amelyet a két csapat és annak szurkoltábora idézett elő. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra!